Sziasztok! A mai videóban megnézzük a Paladin kártyákat, tehát azon specifikus lapokat fogom ma bemutatni, amiket kizárólag csak a Paladin kaszt tud használni. Azok se csüggedjenek, akiknek nem a Paladin a kedvenc kasztjuk, mert a másik 8 karakterosztály lapjait is be fogom mutatni külön videókban, így rövid időn belül az összes lapot megismerhetjük. Vágjunk is bele! Ismerkedjünk meg tehát a Paladin lapokkal. Elsőnek itt van a Light's Justice, tehát a fény igazsága, ez egy fegyverlap. Egy manába kerül, egy-egy sebezés, 4 körig van a hősünknél. Nagyon jó kis kezdőlap, egyből agresszívan támadhatunk vele a hősünkkel. Elfér, főleg egy kezdő pakliban. Blessing of Might, egy pala buff. Egy lényünknek plusz 3 sebzést ad, ebből is jó, ha van a paklinban, legalább egy, de kettő is elfér. Következő lappár nincs benne az alappal a felszerelések között, viszont nekem sikerült már unlockolni 2-t. Eye for an eye, szemet szemért, ez egy titok lap, tehát letesszük lefedve, és egy bizonyos feltétel teljesülése esetén aktivizálódik, és ez általában az ellenfelünknek valami kellemetlenséget okoz, tehát ez a titok kártya. És nézzük, hogy mit csinál ez az Eye for an eye, hogyha a hősünket sebzés éri, akkor ugyanazt a sebzés mennyiséget visszatéríti az ellenfél hősének. Hát ez nagyon vicces, főleg, hogyha egy erősebb csapást kap a hősünk, mert akkor azt visszakapja az ő hőse is. Hand of Protection, még egy palabuff kártya. Divine Shield-et ad egy saját lényünknek. Ez is nagyon hasznos. Humility. Egyre változtatja egy lénynek a sebzését. Nagyon hasznos tud lenni, hogyha megfelelően játsszuk ki, főleg miután mondjuk az ellenfelünk feltuningolt egy erős lényt, akkor annak egy lesz a sebzése. Repentance, ez is egy titokkártya, hogyha az ellenfelünk kijátszik egy lényt, akkor egyre redukálja az életerejét. Ez nagyon hasznos, főleg, hogyha tank lényeket játszanak ki ellenünk, mert akkor ezt a következő körben biztos le tudjuk majd ütni. Holy Light, 6-ot gyógyít a hősünkön, vagy bármelyik másik lényen, amelyikre rá varázsoljuk. Na, egy újabb fegyverkártya, True Silver Champion. Ez is ismerős lehet a régi vovosoknak. Lényege, hogy 4-et sebez, és 2 körig jó, továbbá 2-t gyógyít a hősünkön. Hogyha ezt már unlockoltuk, akkor szerintem nagyon jó, és elfér minden paladin pakliba. Blessing of Kings. 10-es szinten kapja meg a paladinunk. Egy saját lényünknek 4 támadás és 4 védő, vagy hát életerő pontot ad. És ez véglegesen megkapja. Nagyon erős kártya. Consecration, 2-t sebez minden ellenséges lényre, beleértve az ellenséges hőst. Ez egy gyakorlatilag a pályát le tudjuk vele takarítani könnyűszerrel, viszont viszonylag drága 4 mana. Hammer of Wrath, a dűk kalapácsa, 2-t vagy 3-at sebez bármibe, akár az ellenséges hősbe is, és húzhatunk egy kártyát, ha kijátsszuk. Megáldott bajnok. Megduplázza egy lénynek a támadó értékét. Úgyha ezt egy erősebb lényre varázsoljuk rá, akkor egy nagyon durva kis lapot tudunk vele előteremteni, úgyhogy ez is egy nagyon erős kártyalap. És végül Guardian of Kings, a királyok őrzője. Ez egy erősebb lap, és ráadásul ha megidézzük, akkor 6-ot gyógyít a hősünkön. A játék második felében, vagy végében ez életmentő lehet, és nagyon erős kis kártya. Na nézzük még, milyen lapokat nem láttunk, illetve én nem tudtam még kiváltani. Blessing of Wisdom. Válasszunk egy lényt, és hogyha azt támad, akkor húzhatunk egy kártyát. Na, ez nagyon jó. Noble Sacrifice, egy titokkártya, hogyha egy ellenfél támad, megidéz egy 2-1-es védőlapot, és az lesz az új célpontja.
tehát ezzel egy kört, vagy legalábbis egy támadást kivéthetünk. Redemption, megváltás, na ez milyen titoklap. Hogyha meghal egy lényünk, akkor visszatér az életbe egy életerővel. Na ez is egy nagyon jó kis lap, főleg hogyha egy jó lényünket ütik le. Equality, egyenlőség. Minden lénynek az életerejét egyre változtatja. Beleértve a sajátunkat is gondolom. Argent Protector. Divine Shieldet ad egy barátságos lénynek. Na ez nagyon jó kis lap lehet. Sword of Justice, az igazság kardja. Ha megidézünk egy lényt, akkor ad neki plusz egy támadó és plusz egy életerőpontot, viszont ilyenkor veszít egyet a szavatosságából a kard. Tehát ezt 5 körig tudjuk maximum így kijátszani, ha nem támadunk vele. Ha támadunk, akkor kevesebb. Divine Favor. Húzol egy kártyát. Nem, addig húzunk kártyalapokat, amíg ugyanannyi nem lesz a kezünkben, mint az ellenfelünknek. Júj! Ha lap hiányában vagyunk, ez a kártya nagyon jó és életmentő lehet. Gondoljatok bele abban a helyzetben, amikor egy vagy két kártyalapotok van, az ellenfeleteknek pedig van még 5-6 vagy még több akár a kezében. Ezzel a lappal felzárkózhatunk. Viszont fontos, hogy el ne fogjon a paklink, arra érdemes figyelni. Aldor Peacekeeper, békefenntartó. Na, egyre redukálja egy ellenfél, az ellenfélnek az egyik lényének a támadási értékét. Hát igen, fő a béke, ne támadjál túl nagyot. Holy Wrath. Húzunk egy kártyát, és a mana költségének megfelelő sebzést vihetünk utána be. De az nincs tisztázva, hogy ezt mi kapjuk ezt a sebzést, vagy az ellenfél. De lehet, hogy ezt mi kapjuk. Avenging Wrath. Na, ez egy epic kártya. 6 mana a költsége. 8-at sebezés, ezt random szétosztja az ellenfél karakterei között. Tehát minél több lénye van kint, annál több felé oszlik a sebzés. Ha kevés lénye van, akkor pedig egy lény, vagy akár a hős kapja ezt meg egyben. Leon Hands, Bubi HS. Na, akkor 8 életerőt visszatölt, és 3 kártyát húzhatunk. Na, ez tényleg egy epikus kis lap. Nagyon jó és nagyon erős, életmentő lehet. És végül a legendás paladin, a legendás paladin kártya, Tyrion Fordring, kezében az Ashbringerrel. Ez egyből egy Divine Shield-dal kezd, plusz tankolós lap, és hogyha meghal szegény, akkor egy 5-3-as Ashbringert kap a hősünk, és azzal tud további károkat okozni. No, hát ez volt a paladin pakli összes kártyája. Elég szép kártyalapok vannak, jó sok buffolós kártya, amivel a saját lényünket erősíthetjük, és jó sok titok kártya, amivel az ellenfél orra alá törhetünk borsot, és fegyverek minden szinten. És ezeket, ha kiegészítjük pár nagyon jó neutrális kártyával, akkor egy igen ütőképes kis paklit tudhatunk magunk mögött a paladinunkkal. Köszönöm szépen a figyelmet! Nem sokára majd jelentkezem egy saját készítésű paladin paklival, amit majd bemutatok nektek. Sziasztok!